Sziasztok! Az év utolsó napjához értünk, úgyhogy gondoltam, csinálok egy rövid kis összefoglaló videót, amiben röviden elmondom nektek, hogy mi is történt velem a 2017-es évben. Makes me wanna feel your groove. Az évvégi hirdelem szerint az lesz jellemző rád, amit az utolsó napokban csinálsz, vagy hát szilveszter és új év napján csinálsz, én úgy tudom, és hát ez elég jellemző volt rám, mivel én úgy döntöttem tavaly, hogy nem fogok bulizni, hanem inkább meglátogatom a számomra fontos embereket szilveszter napján. Tehát fogtam magam, este elindultam először édesanyámékhoz, majd barátnőmhöz, bátyámékhoz, és úgy köszöntöttem az új évet. Hát ez elég jellemző lett rám, mivel konkrétan az egész 2017-es évem utazással telt. Szerencsésnek mondhatom azért magam, hogy tényleg így telt ez az év, és egészen elképesztő volt. Azonban sajnos nem kezdődött ez ennyire jól, sajnos elveszítettem az állásomat, úgyhogy munkanélküli lettem, utána próbálkoztam egy másik helyen, azonban az nagyon nem jött be. Úgyhogy hát igen, megint munkanélküle lettem, és utólag én azt mondanám, hogy egyáltalán nem bánom. Pont ellenkezőleg még örülök is neki, hogy így történt, mivel nem tudtam volna ennyi helyre eljutni, és ennyi mindent megélni. Miután ezek a rossz események megtörténtek velem, elkezdődött életem legjobb és legcsodálatosabb nyara. Egy nagy utazásnak indultunk neki, ezáltal eljutottunk a Fülöp-szigetekre, Szingapurba, majd igazából körbejártuk Európa déli országainak nagy részét, és hihetetlen sok élménnyel gazdagodtam. A nagy utazásunk Szingapurral kezdődött, ahol az én születésnapomat is ünnepeltük, ami hihetetlen csodás volt. Egy bakancslistás hotelben szálltunk meg, ami a Marina Bay Sands Hotel volt. Az 57. emeleten egy infinity pool található, és ott fürdőztünk, elképesztő volt. Úgyhogy igen, tényleg kipipiáltuk ezt a bakancslistás pontunkat. Majd meglátogattuk a Buddha-voga templomát is. Valamint a mamut fákat is. És utána indultunk neki igazán csak a nagy utazásunknak. Bejártuk az egész Fülöp-szigeteket, jártunk a turista paradicsom Boracayon. Amit úszkálhatunk az édes, cuki kis teknősökkel az Apus-szigetén. Boholon pedig meglátogattuk a Csoki hegyeket. Elnidónál és Koranál részt vehettünk sziget túrákon, amikor megcsodálhattuk a gyönyörű természetet. Továbbá együtt úszkálhattunk oszlopnál, cetszápákkal. Ezeket a cetszápákat igazából úgy kell elképzelni, hogy 12 méter hosszúak, és hát igen, elég termetesek, úgyhogy egy baromi nagy élmény volt ugyancsak ez a nap. Nem mellesleg megismerkedhettünk egy teljesen más kultúrával, a Fülöp-szigeteki emberekkel, testközelből egy hihetetlenül barátságos, vendégszerető népről van szó. Én csak ajánlani tudom, a Fülöp-szigeteket egy gyönyörű úticél, káprázatos természettel, és nem mellesleg olcsó. Ide mellé majd belinkelem a lejátszási listát, amit a Fülöp-szigetekről csináltam már, úgyhogy szemezgessetek örömötökre, ha ez még elmaradt. Azonban a Fülöp-szigetek után sem volt megállás. Nem töltöttünk el otthon egy 24 órát, de már is útnak indultunk. Ezúttal hazaindultunk, vagyis Magyarországra, ahol egy csodás hetet töltöttünk el a családommal a Balatonnál,
Balaton számomra az igazi Riviera mégis, úgyhogy minden évben el kell itt tölteni egy kis időt, legyen az egy hét vagy egy nap. Na de aztán sem volt megállás, a nyár többi részét is utazással töltöttük, és bejártuk Dél-Európa egy részét. Olaszországgal kezdtünk, ahol meglátogattuk a kihagyhatatlan Velencét. Majd Rómát, ami lenyűgöző város. Jártunk fent a Vezúv tetején is, valamint a lábánál is, és meglátogattuk a Hamuból kiásott Pompei városát is. Természetesen a Pízai torony sem maradhatott ki, majd szépen haladva végig a tengerpart mennyén meglátogattuk Monakot, a luxus országát, illetve Marseille-t, Nizzát, majd eljutottunk Barcelonába. Barcelonában azonban nem tudtunk mindent megnézni belépő jegy hiányában, de azért meglátogattuk a Casa Batlló-t, valamint a Güell parkot, sajnos csak éjszaka, és a Sagrada Familiát, azonban csak kívülről. Megkóstolhattuk a helyi nemzetiséget, a paellát, amit le is öblítettünk egy üveg szangriával. Barcelona után jöhetett Madrid, Sevilla és Toledo. Itt meg kell állnom sajnos, mert ahogy Madridba értünk, tudatosultunk, hogy előző nap mi történt Barcelonában, ami számunkra azért volt még jobban sokkoló, mivel nem egészen a terrortámadás megelőző, egy nappal, 24 órával mi is ott sétáltunk azon a utcán, a La Ramblán. Ezután Madridba is fokozott készültség volt, úgyhogy lépten nyomon rendőrökbe akadtunk, valamint láttunk olyat is, hogy az egész autót kipakoltatták, de Madrid után megint útnak indultunk, és leutaztunk egészen Portugáliába, ahol meglátogattuk az üdülő várost, Fáró városát, valamint utána tovább indultunk, és Lisszabon és Porto városát, ahol természetesen meg is kóstoltuk a portói bort. Ezután következett az utolsó állomásunk, Párizs, ami egy baromi hosszú út volt Portótól Párizsig. Hát meg is szenvedtük eléggé, de minden esetre megérte. Párizs gyönyörű, zsúf volt, és hihetetlen sok nemzetiség él így együtt egy városban. Nem is tudom, lehet-e olyan nemzetiséget mondani, ami nem található meg Párizsban. Összefoglalva, az európai útunk egy hihetetlenül fárasztó út volt, mivel 28 nap alatt több mint 8000 kilométert tettünk meg, 19 várost látogattunk meg, 11 hotelben szálltunk meg, és 6 országban jártunk összesen. Persze ez mellett meg annyi élmény és emlék, és azt mondhatom, ezt semmiért sem adnám oda senkinek. Párizs után azonban azért picit örültünk, hogy hazatérhetünk, azon már hosszú időt nem voltunk otthon, úgyhogy ezután a Poponkon maradtunk, és én elkezdtem egy nyelvtanfolyamot, egy német nyelvtanfolyamot, mivel szeretném a következő évben a C-fokú nyelvvizsgát letenni. Karácsony előtt, és ahogy nekem véget ért a suli, beiktattunk egy közös kis kikapcsolódást, és Engelbergbe utaztunk egy pár napra, hogy kipihenjük magunkat a karácsonyi őrület előtt. Természetesen a karácsonyt ezt itthon, Jászberényben töltöttük, szerencsére Néli is el tudta intézni, hogy karácsonykor ne kelljen dolgoznia, úgyhogy itt együtt a nagy családdal ünnepeltük a karácsonyt. Én az új évre igazából nem szoktam megfogadni semmit, azonban most kivételt fogok tenni, és megfogadom azt, hogy januártól próbálok minden héten, minden csütörtökön és minden vasárnap egy videót készíteni nektek, és ezzel egy kis ütemet adni az én YouTube csatornámnak. Én ezzel kívánok mindenkinek boldog új évet, legyen sok örömetök, boldogságotok és egészségetek a következő évben. Találkozunk januárban. Addig is, puszi, sziasztok! Something about the way you move makes me wanna feel you move. Something about the way you dress, baby, got me feeling like a mess, baby. She's still here, don't be silly with her, 'cause I just wanna get down with you. Again. Yahoo!